és oldalról kapufa, és a kipattanót el kellene rugni onnan. Ferencinek ez sikerül. Nem nagyon állt a játék egyszer ápolás miatt, amikor Kitanovszkinek is kellett hagyni a pályát. De ennyi. Egy távoli lövés, hoppá! Nagy. Marisék harcolnak a labdáért Rujiccsal, és végül lövéké is lett. Ferenci pedig a bal oldalon kérné. És még el is éri Ferenci. Ferenci, ott a lőhelyzet! Aj! Ez nagy helyzet volt. Megint kis szöglet. Varga. Lehet lőni. Lő is Varga. Ott a lecsorgó. Bent van. Vezet a Loki Kárba a gólszerző. 2 perccel pályára lépését követően Haruna Garba leteszi a névjegyét Magyarországon, és megszerzi a vezetést a Debrecennek. Hát így kell elkezdeni ezt a második félidőt. Némi szerencsével, de ezt senkit nem érdekel, megszerzi a vezetést a Debrecen. Jön a pacsi Herceg Andrásnak. A jó szakember jól tud cserélni. Nézzük meg még egyszer. Nem nagyon figyelnek a kis szögletre az albánok, pedig tudhatták, hogy ez fog következni. Garba pedig nem volt lesen. Térdéről valahogy becsorgott a labda. Ez inkább egy lövés volt Vargától, de gólpassz lett belőle. Reklamáltak még utána az albánok, de nem volt mit reklamálni. Ez egy teljesen szabályos körülmények között esett gól. A nigériai Haruna Garba találatával 1-0-ra vezet a Debrecen. A mérkőzés újjárása Loki! FK Kuksi! Hajrá! Köszönöm! Kusnyírnak és Szatmárinak kell figyelnie, ennél azért sokkal jobban. És Kurtály hozta el a labdát. Sőt, mehet tovább az akció, az már lassan Zicser, de nem lesz az. Pálkovics jól lépett oda. Ramalő még megpattan, nagy védi ki, és aztán másodjára meg is fogja. Köszönjük szépen Molnár Mátyásnak, vezet tehát a Vidi, és reméljük, hogy itt lesz a második debreceni gól, mert ez nagy Zicser. Varga, ott is van, 2-0! Végig megy a kontra, 2-0 Lokinak, és akkor ez így most már komoly előny. 77. perc, átvészeli az albán rohamokat a Debrecen, és itt egy újabb gól. Önzetlen volt a végén Rujic, de önzetlennek is kellett lennie, mert Varga Kevin nagyon jól érkezett középen. És megint Garbát kell dicsérni, aki egy védővel a nyakán odavarázsolta a labdát Rujic elé. Szó nem lehetetlesről, jön középen Varga, Rujic pedig tökéletesen tálal. 2-0. Varga Kevin első nemzetközi mérkőzésén rögtön gólt szerez. Nagy az öröm Debrecenben, és ez nem is csoda. Na és akkor most kell betolni a buszt a kapu elé, és ez a 2-0, ez tökéletes eredmény a visszavágóra. Kusnyír. Garba. Ott van még Szécsi előtt. Még egyel tovább. Varga Kevin lehet lőni. Lő is! 3-0! Varga duplázik! Jó van, most kell lefújni, nem 2-0 után. Bele tudott még ütni Frasseri, de ez nem volt elég. Fiesta lesz itt a végén, 3-0. Ez több mint bíztató. Varga Kevin a meccs nagy részében keveset volt játékban, de a végén lő két gólt. És ezzel magabiztossá teszi a debreceni győzelmet. Nem tudnak felszabadítani az albánok, Szécsi tovább teszi egyel, Varga Kevin pedig olyan 19-20 méterrel célba veszi a rövid alsót. Sem Frasseri, sem a kapufa nem tud menteni. Debrecen Kuksi 3-0. Ez a gól most távolabbra jön.